kiadvány. Igen, milyen kiadvány kapta? Várja, autómentalit nem értette. Igen? Hát mindenképpen törekszünk együttműködésre. Egyébként én nem írtam róla semmi olyat, ami dehonestáló vagy furcsa lenne. Véleményem szerint. Figyelj, de lehet, hogy úgy gondolod, engem nem szabad azt akarsz adni. De egyszer felett csinálni, amikor ránkérdeztél a nemzeti együttműködést, meg amikor a Néva Jóskánál volt. Engem működünk, aki velünk együtt akar. Most ebből, amit te leírogatsz, akkor azt gondolom, hogy te úgy érzed, hogy velem nem kell együttműködni. Hát mi kívánunk együttműködni, tehát a törekvés fönnáll a részünkről. Hát mi szeretnénk az állami forrásokat igénybe venni mindenképp. Úgyhogy figyelj, ezzel az írással, hogy ezekkel a dolgokkal, de ezeket a csapokat elszálltunk. Hát mi nekünk ilyen szándékunk nincs, hiszen nagyon fontos ugye, hogy ahogy véget érnek a választások, ugye mi mindenkinek béke jobbot kívánunk nyújtani, tehát együtt kívánunk dolgozni. Hát pedig ugye mi kerestük a lehetőséget, hát mi úgy érezzük, hogy jó magamot kívánnak többféleképpen is besározni. Tehát tegnap gondold el, hogy a házam előtt megállt egy vízműves autó, ugye pont a hegedűsnek, ugye a volt halászi polgármesternek a fia ott ugye kisfőnök, ő küldte ki a vízeseket hozzám, hogy kikötik a házamból a vizet, hogy nincs befizetve 2 hónapi vízdíjam, pedig be volt fizetve, a feleségem vitte is be a vízműhöz rögtön. A srác azt mondta, hogy őt nem érdekli, mert ő egy külső vállalkozó, ő ezt az utasítást kapta a gyöngyösi vízműnél, hogy már pedig ki kell nálam kötni a vizet, akármi is történik, és őt nem érdekli, hogy be van fizetve vagy nincs, ő kiköti. Hát úgy gondolom, hogy ez a személyem elleni kőkemény lejáratás részét képezi. Még annyit szeretnék mondani, hogy hát mi úgy gondoljuk, hogy ti kezdtétek ebből a Gyöngyöspatai önkormányzati újságba, hiszen ezt a önkormányzat fizeti az adófizetők pénzéből, és ugye te méltattad Matalikné-t, tehát ő biztos, hogy nem független, így már fideszes, tehát egyértelműen kitűnik, ő is ugye kizárólag ugye a kormány segítségét kéri a megoldásba, hát véleményünk szerint mások is tudnának ebbe segíteni a patai ügyben. Tehát... Aki gyakorlatilag megnyeri, de hogyha persze
ilyen stílusban gyakorlatilag hozol fel dolgokat, akkor azt gondolom, hogy persze mondasz egy együttműködésről. De milyen stílusban? Én nem írtam ilyet. Az én egy-egy cikket szoktam írni abba az újságba, a többi az a szerkesztőnk készíti, tehát én, ugye, és ugye van a Gábor is ír benne ugye újságcikket válaszként ugye a te előző cikkedre, tehát. Ennyi gyakorlatilag. Te van a neked ilyen kampánykiadványod, én nem rágyalok a Gáborra, nekem ez, hogy mondjam, nem lehet. Pedig közösen kellene szerintem nektek megoldani, hogy azt mondja, több alkalommal is kereste a kapcsolatot veled, ebből mi igaz? Akkor az ellenzéki szerep az olyan, mintha nem is létezők lennének? Tehát, hogy súlytalannak tekinted így a Jobbikot a parlamentben? Ez azt jelenti. A parlamentben nem súlytalannak tekintem, hanem a kormányzatnak a cselekvési mozgás szerepel, akkor más a parlament. A végrehajtó a kormányzat. A kormányzat pedig elnézés, akinek lobby ereje van, vagy lobby képessége, az ellenzéknek a lobby képessége, mondom azt, hogy az a nullához közelít. Értem. Hát pedig szerintünk az lenne az egészséges, nem, hogy függetlenül a napi politikától, ha valaki jó pályázatot ír, annak el kéne nyerni. Legalábbis mi azt láttuk eddig a papírra fektetve, azt gondoltuk, hogy ez így működik. Mert Tiszavasváriban 6 beadott pályázat van, mind a 6 nyert Jobbikos városvezetés mellett. Tehát ez Gyöngyöspatán például ez nem működhet abban az esetben, ha Jobbikos polgármestere lesz a falunak? Ez nem, akkor így. Tehát ilyen kategórikusan? Kategórikusan. Ha valaki együtt akar működni, akkor nem utolsó, akivel együtt akarok működni. Én azt gondolom, én, ha valakitől segítséget akarok kérni, abban én nem fogok bele. Ennyi. Értem, hát... Hát mi úgy gondoljuk, hogy mi ugye kizárólag a igazság meg a tények közlésével vagyunk elfoglalva, tehát mi nem kívánunk valótlant állítani, de mi megadjuk a lehetőséget másoknak is megszólalni, tehát akár a saját kiadványunkba is nagyon megköszönnénk, hogyha adnál például egy reagálást. Tehát. Nem kívánok olyan elnézést, nem akarok jelzőket használni, tehát ilyen lapokban megszólalni gyakorlatilag. Mi ez? Milyen lap vagy, hogyha... Tehát... Tehát, hogy Jobbikos, tehát ez a baj vele, vagy? Tehát vegyük le a Jobbik logót róla, akkor megszólalsz, hogyha ennek rajta Jobbik logó? Most én nekem van megszólalási lehetőségem, nem kéne kérdezni a Jobbiktól semmilyen fajta megszólalási lehetőséget. Én nem akarok érteni. Egyébként erre több környékbeli független polgármester is panaszkodott, hogy azt mondják, hogy ha nem működik veled olyan szinten együtt, ahogy te elvárod, akkor nem lesz úgy fejlesztési pénz. Ez igaz? Tehát, hogy ilyen működik a környéken? Az együttműködésnek, a közös együttműködésnek, a sikernek az álloga az együttműködés. Sikernek az álloga az együttműködés. Most, hogyha Jó, hát... Jó, mert... Valaki mondjuk belém ró, akkor én most jó szívvel megyek, hogy elnézést, akkor... Jó, de... Hány olyan dolog van, hány olyan belém, akkor mindenkinek jut a belém.
Értem. De viszont mi ezt úgy tudtuk, hogy nem arról volt szó, hogy te nem mentél oda, hanem hogy te megmondtad polgármestereknek, hogy úgy merjenek például Vona Gáborral találkozni, vagy az ő rendezvényein ugye részt venni vele közösen, hogy akkor nem fognak úgy működni a pénz. Ezek a, nem érkeznek úgy meg. Akár akkor én azt nem gondolom, hogy annak az a beugrója, hogy az adott polgármester, vagy polgármester jelölt, az gyakorlatilag a személyemet legyalázza például, vagy mit tudom én, és oda nem így hiszem, hogy az olyan, hogy hát én a véleményem szerint egyetlen egy rossz megjegyzést nem tettem rá, tehát én ezt továbbra is fönntartom, tehát amennyiben te olyat látsz benne, akkor vegyük kezünkbe az újságot, szerintem üljünk le közösen, nézzük át, tehát öntsünk tiszta vizet a pohárba. Jó, én azt mondom, üljünk le együtt, és akkor nézzük át részletesen, viszem a újságnak a szerkesztőjét, és akkor amennyiben olyat találunk benne, akkor üljünk le, én híve vagyok a megbeszélésnek, a tárgyalásnak, és akkor az helyesbítést fogunk akkor közzétenni, úgy megfelel? Ha igazat mondanak esetleg bizonyos kérdésekben, az sem legalább válaszra méltatni, tehát. Nem kívánok válaszolni. Értem. Mi szeretnénk mindenképp, tehát mi számítunk a segítségedre. Tehát kérem azt, hogy megválasztásom esetén ugye a pályázatokba segítsél lobbizni, hiszen érdekelt, tehát szerintem, hogy Vona Gáborral fogjatok össze, és akkor együtt képviseljétek ezeket a településeket, hogy lássák azt, hogy van végre nemzeti összefogás a nemzeti oldalon. Tehát már uram, bocsánat, ne az LMP meg az MSZP vegye át a hatalmat a Fidesztől, tehát inkább a Jobbikkal karöltve kellene együtt dolgozni a hazáért. Jó. Értem. Hát jó, de a nemzeti oldalt képviseljük, tehát jó. Hát minden esetre köszönöm szépen is. Én tényleg kérem és számítok. Jó, mert én kérem és számítok a segítségedre azért a továbbiakban, tehát azt mindenképp kérem, tehát hogy működjünk együtt, tehát én a magam részéről nem tettem rossz kifejezést rád nézve. Jó, köszönöm, és köszönöm a hívást, visszahallás, szervusz.